Adjon az Isten szép jó napot! Ma 2020. július 24-e van. Regészről indítottuk mai kéktúránkat. Hosszú hétvégét, 3 napot fogunk kéktúrázni. Szeretnénk ez alatt a 3 nap alatt Encsről a Nagynyugodóig eljutni. És meg is érkeztünk az első letérőhöz, Pengőkő. Pár szót róla. 715 méter magas, krioplanációs torony, a csúcson egy ingókő áll, keletkezésében nagy szerepet játszott a jégkorszak. Itt van az az ingókő nagy valószínűséggel, ez az. Megnézzük a másik oldalról is. Gyönyörű mélység van alattunk. Most itt vagyunk a második letérőnél. Nagy Péter Menkő. Pár szót róla. Ez 709 méteren van. Ez is krioplanációs, azaz fagy által kialakított sziklatorony tetején található. És innen gyönyörű lesz a kilátás. Az Istvánkúti vadászháznál a pecsételő rendben van. Tökéletesen megvan. És most megyünk az Istvánkút felé, az innen 150 méterre van. Istvánkút, eszkála Erdély 107,3 km. Megyünk. Megnézzük a faházat, gyors. Telefonon sárga háromszög, itt pedig kék háromszög a sólyombérc, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy most a sólyombérc felé tartunk, és itt az a mlakarék jobbra és balra.
ezen keresztül vágunk, és irány Sólyombérc. Pár szót a Sólyombércről. 564 méter tengerszint feletti magasság, bár nem nyílik tágas panoráma, a Sólyombérc sziklahátáról mégis a Zemplén egyik leghangulatosabb, ízig-vérig hegyi kilátásban lehet részünk. Ott a sárga. Na azért. Így már oké, akkor a sárga háromszög a miénk, az vezet a Sólyombércre. Már most azt mondom, megérte újfent ez a kitérő. Wow. Szuper! Ó, de szép! Hát ez nagyon bazar. És ott a Regéczi vár. Szép. És mai negyedik kitérőnél tartunk most, a Kerekkőnél. Ez tengerszint fölött 485 méter magasan. Hát ez is pazar. Szép ez is, megérte a kitérő ismételten. Fölmegyünk a csúcsra, és ott szétnézünk. Szép. Óriási szerencsénk van a mai időjárással. Van egy kis felhő, de
messzire ellátni, nem rondít bele a látványba. Ez nagyon szép. Szemben ez a csúcs, Csattantyús. Ezt tudom. És jobbra a milicek vannak. Ha igaz, ott van a nagy milic. Megérkeztünk az Eszkál erdészházhoz. Pecsételünk és harapunk egy keveset. Még gyors megnézem. Pecsétet. Tökéletesen rendben van. Jó. Hamarosan folytatjuk a túrát. Jó reggelt. Ennyiről indultunk. Reggel 5 óra van. Én ébresztettem a kakast. Innen Regészre tartunk, ez innen körülbelül 27 km. Az idő remek, nem mond máros elsőt, bízunk benne. Az első pecsételő pont a Gibárdi vízi erőműnél lesz, ott jelentkezek, addig sajnos aszfalton kell túrázni. Mielőtt még átkelnénk ezen a szép hídon, és végig néznénk a Hernád folyó szakaszán, ebben látható szakaszán, előbb itt balra elmegyünk a Gibárdi vízerőmű bejáratához, mert ott van a pecsét. Néhány szó Petőfi Sándor balra. Néhány szót a vízerőműről. Egy pillanat. Na kérem, azt mondja, hogy a Gibárdi vízerőmű a Hernád jobb partján, ugye földrajzból tudjuk, hogy mindig a folyás irány kell nézni, és a híd irányába folyik a Hernád. Tehát a Hernád jobb partján, Gibárd község mellett található hazánk első olyan vízerőműve, amely váltóáramot termel, és még ma is az eredeti fő alkatrészekkel üzemel. 1903-ban a volt vízimalom helyén építették, ahol már volt malomárok, és éppen ezért nem kellett külön üzemvíz csatornát építeni. Tökéletes állapotban van a pecsételő. Akkor pecsételjünk. Szép híd, nekem tetszik. Nos, a Hernád eléggé kávé színű. Átnézzünk a másik oldalra is. Megnézzük, hova folyik. A végtelenbe és tovább. Na, megyünk, mert még vár ránk egy pár kilométer. Elhagytuk Gibártot, és most egy olyan pontra értünk, ahol gyakorlatilag látni lehet a zempléni hegyeket. Mögöttünk
a csere háthúzódik, és feltűnt, remélem jó irányba mutatok, a Boldogkői vár is. Megérkeztünk a Hernád Cécei pecsételőponthoz. Tökéletesen megvan, pecsételünk. Nagyon szép helyen van. Nos, a vasútállomáson bélyegeztünk, ott tökéletes állapotban van a pecsét. Ide most nem megyünk fel a várba, mert egyrészt még nincs itt a 7 óra 52, másodszorban nem férne bele az időbe, de a hétvégén mindenképp sor kerítünk arra, hogy fölmenjünk és szétnézzünk. Úgyhogy most megyünk tovább, Regész irányába. Az Arka-patak völgyében haladunk F erővel. Van itt is látnivaló az Arka-patak völgyében. Gyönyörű, hatalmas sziklák. Ott meg csúcsosodik egy nagyon nagy szikla. Szép. Na, itt kell ügyesen átkelni. Jaj. Gödör. Turistával nem találkoztunk, pedig már 10 óra. Lassan 5 órája, hogy úton vagyunk. Sikerült feljutni. Na, be is megyünk akkor. A Regéczi vár egy 1300 körül épült vár a Zemplini-hegység középső részén. Első Lipót császár rendelete értelmében Kaprara generális a várat
1686-ban leromboltatta, azóta már csak a romjai állnak. És a legfontosabb, ami ugye köztudott, hogy II. Rákóczi Ferenc itt töltötte gyermekéveit. Zrínyi Ilona 1677-ben érkezett gyermekeivel Regészre, ahol II. Rákóczi Ferenc gyermekkorának első éveit élte. Itt szerezte meg latin tudásának alapjait, itt ismerkedett hazája történelmével. Időközben Zrínyi Ilona érdeklődését felkeltette a Bújdossó Kurucok vezére Tököli Imre, az érdeklődésből szerelem, majd házasság lett. Regész nevét, ami szláv eredetű és szarv földnyelv a jelentése, 1298-ban említik először, megemlékezve arról, hogy a Baksa nemzetségbeli Simon fia György Regész alatt ütközött meg 1285-ben egy az úgynevezett második tatárjárás során az országra tört tatárok egyik seregével, azonban valószínű, hogy a csata csak a Regész nevű hegy alatt zajlott, vár akkor még itt nem állt. Az első biztos adat a vár létére 1307-ből származik, ekkor Aba nembéli Amádé Nádor Regécen állított ki egy oklevelet. A várat alig, hanem az Aba nemzetség tagjai emelték a 13.-14. század fordulója körül. Től Regész község önkormányzata kezdi gondjaibe venni a település számára fontos, egyfajta kulturális és történelmi örökségnek is tekinthető műemléket. 1998-ban elhatározás született, hogy a mindössze 120 lelkes kis község kezdeményezi a nagy kiterjedési vár régészeti feltárását és állag megóvását. Egy év előkészítés után 1999. július 5-én megkezdődött az első régészeti feltárás. 2000-ben befejeződött az út kiszélesítése, folytatódott a régészeti feltárás, megkezdődött az állami góvás a már feltárt területen. 2001-2002-ben
Sajnos minden igyekezet ellenére sem sikerült kellő támogatást szerezni, ezért az állagmegóvás helyreállítás megtorpant, viszont a várfeltárása folyamatosan haladt. A 2010-es év elejére már egy rendezett várrom állt a hegytető tetején. Boldogkővár a Hernád folyó völgyének keleti oldalán, Boldogkővárja közvetlen közelében emelkedő sziklaszirten álló középkori vár. A miocénben keletkezett andezittufa bodókő hegy, melyen a vár áll, a zempléni tájvédelmi körzet része. A táj szépsége, illetve a vár viszonylagosan jó állapota miatt kedvelt túracélpont, mely az országos kék túra egyik állomása is. Thank you.
A vár legrégebbi részei valószínűleg már 1280-ban is álltak, a Tomaj nemzetség valamelyik tagja, egyes feltevések szerint maga Tiba építette a tatárjárás utáni kővárépítések időszakában. Azonban az sem zárható ki, hogy az Aba nemzetség egy tagja, közülük is elsősorban az abaui területeken a 13. század végén és a 14. század elején nagy befolyással rendelkező Aba Amadé építhette. Jó reggelt! A tegnapi napban még sikerült belesújkolni a boldogkői vár meglátogatását. Ma pedig befejezzük a kék túra zempléni szakaszának bejárását. Most Károly falván vagyunk, és bár nem tartozik szorosan a kék túrához, de ha már a környéken járunk, meglátogatjuk a Megyerhegyi tengerszemet. Ezzel kezdjük ma. És utána elballagunk Makkos-Hogykára. Az idő remek, ami viszont nagyon elkeseríti a mai túránkat,
millió szúnyoga. Én még életemben ennyi szúnyogat nem láttam. Komolyan mondom, átmegyek önkéntes véradóba, mert az kellemesebb, mint ez a tengernyi szúnyog. És mi lesz még bent az erdőbe? Tegnap volt egy kis eső, hát nem nézünk kellemes túrának elébe. Károlyfalván vagyunk, talán említettem. Ott a falon van kiírva a tengerszem másfél kilométer. Odáig elballagunk, és ott jelentkezek legközelebb. A Megyerhegyi Tengerszem tó és környéke az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében álló egyedülálló volt malomkőbánya, nagy jelentőségű bányatörténeti és földtani, valamint a bányászkodás befejezése óta kialakult botanikai és zoológiai emlék, védett terület a Megyerhegyen, Borsod-Doboly-Zemplén megyében.
Itt vagyunk a Megyerhegyi kilátó. És a szúnyogok se tudna bennünket elriasztani attól, hogy felmenjünk, és szétnézünk. Remélem, nagyot nem tévedek, de azok ott a sátoros hegyek. A kastélyt nem lehet kihagyni, mert keresztül vezet a kék a kastély udvarán. A nagy kapun jöttünk be, itt a kék jelzés, és itt vezet az udvaron keresztül. Turisztikai központ. Remélem a kapu nyitva van. Csételünk. Szuper. És akkor folytatjuk az utat tovább abba az irányba. Jaj. Ember, gyere, menj, sémen. Szirkáló tanya. Bodri. Mi a helyzet? Egyedül vagy, Bodri? Macskáid hol vannak? Pecsételünk. Toll is van. Kárpáti Borzderes Poján Egyesület. Hangom az ég, kedvem a nap, szél a lelkesedésem, emlékeim a csillagok, Bánkúti emlék. Na, pecsételjünk is. Menjünk tovább. Egy nevezetes ponthoz érkeztünk, a Rákóczi fához. Betonnal van kijöntve. Menjünk, mert
harapnak a szúnyogok. Nagy nyugodó, még 5 kilométer. Na kérem, sikerül feltolni. Pecsételni itt már nem fogunk, mert tavaly decemberben pecsételtünk, azért megmutatom, megvan a bélyegző. Itt már csak lefelé megyünk a Magyar Kálváriának. Lassan véget ér a videónk. 3 nap alatt sikerült Encsről ide nagy nyugodóig eljutni. Hál' Istennek, hogy nem történt semmi probléma. Nos, azt kell, hogy mondjam, akik ma nem túráztak az Emplénben, azok nagyon jól tették. Ez borzalom volt ez a mai nap. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem találkozunk a legközelebbi túrán is. Az Isten áldja meg mindenkit minden jóval. Sziasztok! És most, testvérek, boruljunk le imára, kérjük Istent, nézzen le szegény hazánkra, óvja, védje az elszakadt magyarságot, és vegye le rólunk a trianoni átkot. Ámen. Ungvár. Lesz még egyszer ünnep a világon. Nagyvárad. Szent László most is imádkozik, én Uram Istenem, könyörülj, könyörülj veszendő népeden. Kolozsvár, turulmadár száj, sehol meg ne állj, vidd el a mi üzenetünk, lesz még magyar nyár. Brassó, Erdély s Magyarhon, egy e két haza, mint a három, egy istenség maga, erdélyi folyók, erdélyi hegyek, találkozásra készen legyetek. Arad, magyarok, testvérek, esküdjünk az aradi 13-ra, nagy Magyarországról nem mondunk le soha. Kassa, Rákóczi városa, híres, büszke Kassa, van-e annyi könyv, hogy méltón elsirassa? Rákóczi csontjai, hogy legyenek békén, mikor csehek járnak a Hernád vidékén?